Most pedig rövid híreink következnek. Már mondhatjuk, hogy nagy hagyománynak örvend az újdonbovári őszi fesztivál. Idén az első napon, október 2-án Bükösdi Gábor barokk csendéletek és Rápolti Enikő dombovári képeslapok címmel nyílt kiállítás a József Attila iskola emeleti folyosóján. Másnap szüreti felvonulás és szórakoztató programok várták a kikapcsolódni vágyókat. Az iskola udvarában, valamint az újdombovári templom környékén kulturális és sportrendezvények, kirakodóvásár és játszóház fogadta az odalátogatókat. Majd a szokásokhoz híven megáldották az újbort és az őszi terményeket. Ősszel jön el a szüreti munkák időszaka. A különböző történelmi korokban a szüret mindig többet jelentett egyszerű munkánál, hiszen ünnepnek számított, és számít még a mai napig is. A szürethez kapcsolódó mulatságok közül a legjelentősebbek a felvonulások. Természetesen ez idén sem maradhatott el Újdombováron. Sokan voltak kíváncsiak a nemes lovakra, a kerékpáros felvonulókra, a különbözőképpen feldíszített kocsikra. A meredben feltűntek a szürettel kapcsolatos eszközök, ugyanakkor a díszes és színpompás népviseletek is. 15 órától a dombovári ifjúsági fúvós zenekar szórakoztatta a jelenlévőket, mégpedig az István a király című mű előadásával. A Kapos táncegyüttes is készült egy kis produkcióval erre a jeles napra. Ezután Amma Nóra zumbásait, egy flashmob produkciót és a Faterok meg a Mutter műsorszámát lehetett megtekinteni. A fellépők között volt a V2 Riders Band is, és persze a nap fő attrakciója, a mindenki számára jól ismert Viki Dál Gyula volt. Este 8 órakor pedig a már várva várt pompás tűzijáték következett, majd kezdetét vette a báli mulatság, amelyen a Max zenekar adta a talpalávalót. A 10. esztendeje, hogy megrendezik az országos könyvtári napokat. A programok többek között könyvbemutatókat, vetélkedőket és előadásokat tartalmaznak. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség már 2006 óta külön figyelmet fordít, és sokféle hagyományt követve, de a tartalmat mindig megújítva igyekszik a lakosság figyelmét a könyvtárakra fordítani. Bár évente változnak a programok, azért mindig minden korosztály megtalálja a maga számára érdekes programot. Ebben az évben is természetesen az a cél, hogy bemutatásra kerüljenek a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, a mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak komoly segítséget vagy kapaszkodót. Még szép, hogy Dombovár város könyvtára is csatlakozott az országos könyvtári napokhoz. A programok október 5-én kezdődtek és október 11-én vasárnap zárulnak. Az első napon a dombovári könyvtár egy gyermekeket megmozgató koncerttel kedveskedett, mert hogy az Aranykapu zenekar muzsikált a gyerkőcöknek a népmese napja alkalmából. A magyar népdalok, gyermekdalok és mondókák szólaltak meg gitár, zongora, nagybőgő, udu, cajon, harangjáték és egyéb ritmus hangszerek kíséretében. Az előadók Töreki Zsuzsi, Kis Krisztián és Lőrinc Tamás voltak. Ezen a napon zsúfolásig megtelt a könyvtár gyerekekkel és szüleikkel. De persze ezzel még nincs vége a hétnek, ugyanis még rengeteg izgalmas program várja az érdeklődőket a következő napokon. A könyvtári napok keretében október 7-én Baba-Mama klubbal készülnek, október 10-én pedig író-olvasó találkozó lesz a Balaskó Ákossal, mindezek mellett találkozhatnak Őri Gábor részletekbe veszve című fotókiállításával, Te van Andor és Kner Izidor nyomdászokat bemutató kiállítással, és a könyvtár régi könyveiből összeállított kiállítással is. Az utolsó napon, azaz vasárnap Bálint Ferenc, Papné Farkas Gabriella és Severin Ferenc közreműködésével lesz bemutatva a nyomdakészítés technikája merített papírra, valamint az érdeklődőknek részük lehet egy könyvjelzőkészítő versenyben is. A mai ülés kezdetén hivatalosan be kell jelentenem, hogy Vida Tamás, a Fidesz önkormányzati képviselője írásban benyújtotta képviselői mandátumáról való lemondását. A Fidesz volt polgármester jelöltje lemondott önkormányzati képviselői posztjáról a legutóbbi szeptember 24-i testületi ülésen. A pártnak október 24-ig van lehetősége gondolkodni az utódlásáról. Vida Tamás indoklás nélkül mondott le képviselői tisztségéről. Szabó Lórend polgármester elmondta, hogy a fideszes képviselő az üléseknek talán a felén vett részt, és nagyjából kétszer szólt hozzá napirendi pontokhoz. Bár megkerestük a most már volt képviselőt az ügyben, de ő nem kívánt nyilatkozni a témában stábunknak. Szőke Mihályné Erzsike néni, az Aranysziget idősek otthon egyik lakója október 8-án töltötte be 95. életévét. A szépkorú nénit Kis Béla alpolgármester, az otthonban tevékenyen dolgozó nővérek és természetesen családja köszöntötték fel születésének napján. Egy kis műsorral is kedveskedtek az otthon munkatársai a náluk lakó néninek.
A jeles napon az alpolgármester átadta neki járó ajándékot, egyúttal Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is. Az ünnepség végén Kis Béla alpolgármester szelt egy szeletet Erzsike néni tortájából, majd pezsgővel kocintottak a tiszteletére.